Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatej Televízió híradóját látják. Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendőrségi ellenőrzések, teherautókra és buszokra koncentrálnak a rendőrök. Felmentést kér az állattartó. A 700 kilós bikája megölt egy nőt. Tárgyalás. Művészeti egyesületek vezetőit hallgatták meg a Szexárdi Kulturális Bizottság tagjai. Valentin nap, egyre többen lepik meg szerettüket drágább ajándékokkal. Tanfolyamokat indít a Tolna megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztálya. A kurzusok elvégzői az oktatás ideje alatt pénzt is kapnak. Összesen 49 különféle képzésre lehet jelentkezni. A Tolna megyei álláskeresők körében magas, 45%-os az alacsony iskolázottságúak aránya. A jó munkahely megszerzéséhez pedig kell a megfelelő szakképesítés, ugyanis a szakképzetlenek foglalkoztatása továbbra is nehézségekbe ütközik, mert a cégek kevés munkakörben tudják őket alkalmazni. Ezt mondja Németh Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának vezetője. 2020-ban változni fog a szakképzési rendszer, és ennek kapcsán a jelenleg hatályban lévő képzési jegyzékünket, amin éppen most 32 szakirány van fenn, tervezzük bővíteni, újabb 17 szakirányt szeretnénk feltenni rá, ez a tavasz folyamán megtörténik. Így az álláskeresők összesen 49 féle tanfolyamot végezhetnek el az álláskeresőként, és tudnak bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A munkáltatókkal egyeztetve 49 olyan szakirányi képzéssel várja a foglalkoztatási főosztály az álláskeresőket, amelyek elvégzését követően akár 80%-kal nagyobb eséllyel kapnak munkát. A területileg illetékes foglalkoztatási osztályt keressék meg, regisztrált álláskeresővé kell válniuk, és az ottani ügyintézővel tudják megbeszélni, hogy éppen milyen tanfolyamokat tervezünk indítani. Fontos, hogy a tanfolyam, ami az álláskeresőt érdekli, fenn legyen a képzési jegyzékünkön, amit a Tolna megyei kormányhivatal honlapján meg lehet tekinteni. További támogatás, hogy amíg tart a szakirányú képzés, az alatt az álláskereső keresetpótló juttatásban részesül, ez a minimálbér 60%-a. A legtöbb tanfolyamot Szexárdon indítják, ezért a falvakból ingázóknak az úti költséget is megtérítik. Lassan, de tovább terjed az influenza az országban. Február első hetében 35 ezer ember, az előző hetinél 16%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A betegek többsége továbbra is gyerek és fiatal felnőtt. Az ország 14 megyéjének egészségügyi intézményeit érinti részleges vagy teljes látogatási tilalom. Tolna megyében a Szekszárdi és a Bonyhádi Kórház valamennyi osztályán, valamint a Dombóvári Kórház intenzív terápiás és anesteziológiai osztályán rendeltek el látogatási tilalmat. A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai is hozzájárultak a rászorulók életének megmentéséhez. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság évek óta együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, melynek keretében évente több alkalommal szerveznek véradó napot a kapitányságokon. Dombóváron ezúttal 16 rendőr nyújtotta a karját. A Magyar Vöröskereszt 2012-ben véradó barát munkahelyén nyilvánította a Tolna megyei rendőrfőkapitányságot. Olyan csalók jelentek meg Magyarországon, akik az egészségügyi világszervezet nevében telefonon kérnek pénzt jóhiszemű emberektől a koronavírusra hivatkozva, figyelmeztetett a rendőrség. A hívások során egy gépinek tűnő hanga a WHO nevében tájékoztatást ad az új betegségről, egyúttal felkínálja, hogy a készülék egyes gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy megfelelő védettséget nyújtó maszkot és fertőtlenítőszer tartalmazó csomag.
Az ügyben eddig érkezett bejelentések alapján csalás gyanúja miatt nyomozást indult ismeretlen tettes ellen. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a WHO sem telefonon, sem más formában nem árusít termékeket. Arra kérik továbbá az embereket, hogy csak hivatalos szervektől fogadjanak el tájékoztatást a koronavírusról, és ha valaki úgy érzi, hogy bűnözők próbálják becsapni, akkor tegyen bejelentést a rendőrségen. Teherautókat és buszokat ellenőriznek Tolna megye útjain a rendőrök ezen a héten. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szabálytalankodó hivatásos sofőröket. Elsősorban a forgalmasabb útszakaszokon kell egyenruhásokra számítani. Egymás után intik le a teherautókat és a buszokat a rendőrök Tolna megye útjain. Egész héten ellenőrzéseket tartanak, így akarják kiszűrni a szabálytalankodó hivatásos sofőröket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ezen a héten fokozottan ellenőrzik a tehergépjárműveket, valamint a buszokat. Az akció lényege tulajdonképpen az, hogy a vezetési és pihenőidőt, valamint a menetírókészülékkel kapcsolatos jogsértéseket fölterjek, ezzel is javítandó a Tolna megye közbiztonsági helyzetét. Ellenőrzésekre elsősorban a kamionok és a buszok által gyakran használt forgalmasabb útszakaszokon kell számítani. A fokozott ellenőrzés során a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek, valamint azok a buszok számíthatnak ellenőrzésre, akiket munkatársaink a 6-os számú főúton, a 61-es főúton, valamint a 63-as főúton fognak ellenőrizni. A kiemelt rendőrségi akció csütörtökön ér véget, azt követően pedig az eredményekről is beszámolnak majd. A felmentését kéri az a férfi, akinek a bikája megölt egy tehenésznőt Tolna Némediben. Az 50 éves áldozatot többször feldobta a levegőbe a 700 kilós állat. A tulajdonost első fokon már elítélte a bíróság, ám ő másodfokra vitte az ügyet, mert azzal érvel, hogy a nő nem mehetett volna a bika közelébe. Ebben az istállóban végzett az 50 éves fejőnővel a megvadult bika még 2017 telén. A 700 kilós állat a fejével legalább négyszer repítette a levegőbe a nőt, aki újra és újra a betonelemekre és a vasrudakra zuhant. A nő belső szervei olyan súlyosan sérültek, hogy a helyszínen meghalt. A tragédia miatt indult perben a tehenészet tulajdonosa lett a vádlott. Az ügyész szerint több munkavédelmi szabályt is megsértett a férfi, és a nőt nem is alkalmazhatta volna állatgondozóként. A bíróság ezért az állattartótelep vezetőjét első fokon 1 év 8 hónap börtönre ítélte, majd a büntetés végrehajtását 3,5 évre felfüggesztette. A férfi viszont fellebbezett, ügyvédjével azt akarják elérni, mentse fel őt a bíróság. Szerintük ugyanis a tehenésző nem mehetett volna a bika közelébe, és azt is mondták, a nő bántani próbálhatta az állatot, azért vadult meg. Az ügyész szerint viszont utóbbira egyelőre nincsen bizonyíték. Hogy amennyiben a sértett bántalmazta és erről tudomása volt a vádlottnak az állatot, akkor miben érhető tetten érhető-e egyáltalán a felelőssége. A vádlott ügyvédje azt akart elérni, hogy a büntetőperben hallgassák meg azt a szakértőt is, aki a fejőnő halála miatt indult munkaügyi perben fogalmazott meg szakvéleményt, csak hogy a bíró ezzel kapcsolatban egyelőre nem hozott döntést. A tárgyalást pedig végül elnapolta, mert szerinte indokolt lehet viszont az ügyön korábban igazságügyi munkavédelmi szakértőként dolgozó férfi részletes meghallgatása. A következő tárgyalásra március 25-én kerül sor. Emelkedik a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére júliustól, és a következő tanévtől ösztöndíjat kapnak a tanulók, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az a cél, hogy osztrák mintára jobb és gyakorlatiasabb legyen a szakképzés, ennek feltétele, hogy az oktatók is nagyobb megbecsülést kapjanak. A kormány ezért kiemelt, átlagosan 30%-kal megemelt bérezést kíván biztosítani a szakképzésben dolgozó 32 ezer pedagógusnak. Első ütemben 50%-kal nőnek az óraadók bérei is, amelyek egy minősítési rendszer bevezetésével párhuzamosan akár a piaci szintet is elérhetik. Ebben az évben negyedik rendesülését tartotta meg a Szekszárdi Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság. 10 kiemelkedő művészeti egyesület vezetőivel egyeztettek a tagok az idei évi elképzeléseikről és a tavalyi munkájukról. Naszladi Judit, a Szekszárdi Garai János Gimnázium lánykórusának és a Gárdanyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület karnagya is. A Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság rendesülésének első napi rendi pontja a kiemelkedő művészeti együttesek vezetőinek meghallgatása volt.
Elsőként Naszladi Juditot hallgatta meg a bizottság a 2019. évi munkájáról és az idei 2020. évi terveiről. És a 2019-es év azért volt kiemelkedő számunkra, mert 25 éves jubileumi hangversennyel emlékeztünk az alapításra. Összesen 10 kiemelkedő művészeti együttestől kért a kultúra, civil szervezetek és Városmarketing Bizottság előzetes beszámolót, amelyek átbeszélésére került sor a rendesülésen. Akik beszámolnak a 2019. évi tevékenységükről, illetve fölvázolják, hogy mivel készülnek 2020-ban, tehát ebben az esztendőben. Nyilván kicsit kifaggatjuk őket, a jó gyakorlatokat szeretnénk föltérképezni, és a segítségét felajánlani a bizottság a közeljövőre vonatkozó munkában. Harmadik és egyben utolsó napirendi pontként a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Támogatási kérelme szerepelt. December 23-án elfogadott SMS alapján igen elmondhatom, hogy mindenféle támogatás és kérelem elbírálása, pláne amelyiknek nyilvánvalóan anyagi vonzata van, az a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. A KCD Bizottság véleményezhet, ezt a véleményét, javaslatát tolmácsolhatja, ebben az esetben azonban indokolatlannak tartom, hiszen a Gazdasági és Város Fejlesztési Bizottság már egyszer elutasította, illetve a képviselőtestület is. Az új 2019. december 23-án elfogadott szervezeti és működési szabályzatra hivatkozva indokolatlannak tartotta a bizottság elnöke, hogy pénzügyi kérdésekben ők döntsenek. A 7 tagú kultúra, civil szervezetek és Városmarketing Bizottságból 4 személy jelent meg és szavazott a harmadik napi rendi pont levételéről. És mi van a Happy End után címmel Süveges Gergő Prima díjas újságíró és felesége Rudán Margit gyógypedagógus tartottak előadást Dombóváron a házasság hete alkalmából. 2010-ben ők voltak a rendezvénysorozat arcai, és azóta is teljesítik ezzel járó kötelezettségüket. Azt mondják, a sikeres házasság titka a folyamatos újratervezésben keresendő. És azóta azért ez egy... Hát kedves kötelesség is, hogy azt, amit akkor képviseltünk, azt igyekszünk még így 10 évvel később is képviselni. Ez nem egy hétre szólt ez a feladat, azt gondolom, hanem egyáltalán nekünk szól, vagy az életünknek szól ez a feladat, hogy a házasságról beszéljünk később is. Bár még mindig sokan ellenzik a Valentin nap körüli felhajtás Magyarországon, az utóbbi években észlelhető ebben változás. Egyre többen lepik meg szívük választottját különböző maradandó ajándékkal. Népszerű az étterem, mozi és ékszer, de sokan választják a virágot és az édességeket is. Te és én forever, azaz mindörökre. Tábla hirdeti az egyik szekszárdi bevásárlóközpontban található ékszerüzlet előtt, hogy február 14-én ünnepeljük a Valentin napot, vagyis a szeretet és a szerelem ünnepét. Ilyenkor sokan lepik meg szerettüket valamilyen szép maradandó ajándékkal. Az ékszert is egyre többen választják, mondja az ékszerbecsüs, aki szerint 20-30%-kal nő ilyenkor meg az üzletforgalma. Ez teljes széles a skála, ezüstöt is, aranyékszereket is, fiatalok inkább az ezüstöt. Aranyékszert is. Uh-huh. Szívecske motivum? Szívecske medálok, szívecske karkötők, karláncok. Hölgyek is vesznek férfiaknak karkötőket. Sőt, Hollósiné Móróc Ágnes azt mondja, Valentin napon több a leánykérés is. Sokan vesznek ilyenkor jegygyűrűt, és egyre drágábbakat választanak a vevők. A fehér arany és a gyémántgyűrű iránti kereslet az igazán nagy. Mások inkább a 10-20 ezer forintos szívalakú medállal lepik meg kedvesüket a szerelem ünnepén. Megint mások az 1-2 ezer forintos bomborra, néhány szál virágra esküsznek. Ám vannak az igazi hősszerelmesek, akik több 10 ezer forintos csokrot választanak. Sőt, már az internetről is lehet rendelni komplett ajándékcsomagot. A határ pedig a csillagos ég. A rózsás, plüssmackós, csokoládés desszertes verzió 26.800 forintba kerül az egyik online virágboltnál, de az 50 szál vörös rózsából kötött csokorért akár 80.000 forintot is elkérhetnek. Egy felmérés szerint egyébként Magyarországon a megkérdezettek kevesebb, mint fele tartja is ünnepli ezt a napot. A férfiak 21%-a étterembe viszi kedvesét, 20%-uk az ékszer mellett teszi le a voksát, és csak nem fele vesz virágot választottjának. A hölgyek 52%-a fogadja örömmel a virágcsokrokat, a férfiak szívesebben mozdulnak ki. A finom fogások mellett egy közös utazás is gyakori program Valentin napon. 3 év alatt 42%-kal költöttünk gyakrabban erre, és szállásfoglalásaink értéke is 51%-kal nőtt, derült ki egy másik felmérésből.
Regionális híreink következnek. Pécs idei költségvetéséről tárgyaltak, március közepéig kell elfogadni a végleges változatot. Hatodik alkalommal rendezik meg a KASZT-ot, színházi előadások és kísérő programok 4 napon át. Példaként szolgál a fiatal sportolóknak, 2008-ban hunyt el Kolonics György, olimpiai bajnok kajakozó. Felelős költségvetési tervezetet állított össze a pécsi városvezetés, ezt mondta a Baranyai megye székhely polgármestere. Péterfi Attila külön hangsúlyozta, hogy jelenleg csak tervről van szó, ami nem tartalmaz konkrét elhatározásokat. Az ellenzéki oldal szerint vágyálmok és légből kapott számok összessége csak a dokumentum. Túlzott bevételeket tüntetnek fel, a kiadásokról pedig nem mondanak semmit. Az idei év pécsi költségvetésének tervezete került a városi képviselők elé kedd délelőtt. A város polgármestere szerint ez egy felelős költségvetési tervezet, amely még erősen vázlatszerű. A városvezetés gondolkozási irányait tartalmazza, a döntéseket még nem, tette hozzá Péterfi Attila. Így nem lehet még tudni, milyen konkrét működési támogatásokat nyújt az önkormányzat. A civil szervezet támogatása akár különböző közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek támogatásában tudatosan nem szerettünk volna úgymond idő előtt kiteríteni a lapjainkat, viszont nagyon készülünk, és ezzel a mai közgyűléssel párhuzamosan is tudatosan készülünk arra, hogy a március 15-e előtti közgyűlésen már egy részletes, átgondolt, hosszú távon is elfogadható költségvetést tegyünk a közgyűlés asztalára. Közben a kormányzattal is folytatják a tárgyalásokat, hogy a szerződés szerint december végéig esedékes 8,5 milliárdos támogatás visszafizetését átütemezzék. Végül a tervezetet elfogadta a közgyűlés, bár ellenzéki oldalon bírálták a benyújtott dokumentumot. Vágyak és fiktív számok egyvelege a pécsi költségvetési terv, mondta az ÖPK-DNP frakció vezetője. Ez a helyzet például az építményadóval. Több mint 20%-os bevételnövekedéssel számolnak a tényekhez képest, még egyszer mondom, hiszen a tények szerint 3 milliárd forintot nem érte el az építményadó bevétel, ehhez képest majd 3,6 milliárdot terveznek vele. Ez egy több mint 20%-os növekedés lenne a valódi bevételhez képest. Ezt elég nehéz úgy elképzelni, hogy ha nem emelnek adót, ez hogyan fog előállni. Az iparűzési adóból 9,3 milliárd bevételt irányoznak elő, pedig ez tavaly nem érte el ténylegesen a 8 milliárd forintot, teszi hozzá Kővári János. Azzal egyetért a frakcióvezető, hogy a kormányzati támogatás visszafizetéséről tárgyal a városvezetés, hiszen a 8,5 milliárdos összeg visszafizetése lehetetlen lenne december végéig. Egyébként a városi költségvetést a törvény szerint március 15-éig kell elfogadni, így még bő egy hónap van hátra a végleges változat elfogadásáig. Munkavédelmi és munkaügyi tájékoztatót tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A gazdasági önkormányzat keretein belül működő munkavédelmi klub szervezte meg az eseményt a helyi vállalkozások képviselőinek. A rendezvényen többek között tájékoztatást hallhattak az országos tűzvédelmi szabályzat változásairól és a munkaügyi ellenőrzések általános tapasztalatairól is. A legfontosabb dolog az, hogy mindig az újdonságokat, a jogszabályi változásokat, azokat meg tudjuk osztani az érdeklődőkkel. Információ, tudás, azt gondolom, hogy a naprakészséget mindenképpen segíti és támogatja. A klubunknak, a munkavédelmi klubnak az a célja, hogy ezt folyamatosan szinten tartsa, és meg is oldja, támogassa ezzel a pécsi vállalkozásokat. Ismét megrendezik az amatőr színházi találkozót Komlón. A Baranyai városban június 4-e és 7-e között színházi előadások és kísérő programok várják az érdeklődőket. Március 15-éig még várják a társulatok jelentkezését. Az előadások közül 12-t választanak ki, melyek a versenyprogramban szerepelnek majd. Idén bővítik a rendezvényt, ugyanis plusz pályázati forrás nyertek a szervezők az OFF programok, mint a koncertek, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok megrendezésére.
Idén 6. alkalommal rendezik meg a komlói amatőr színházi találkozót a fesztiválnak nevet adó Baranyai városban. A programok június 4-től 7-ig tartanak majd. Erről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők. A már megszokott színházi előadások mellett off-programokat is kell biztosítani az érdeklődők számára, mondta a KASZT fővédnöke. Hoppá Péter hozzátette, a kísérő rendezvényekkel lehet nagyobb közönséget megszólítani. Ennek megfelelően a költségvetése az idén lesz a tervek szerint a legmagasabb, mert az off-programok költségvetése növekszik, így a 10 millió forintos fesztivál működési kereten felül egy 8 millió forintos off-program csomag keretet határozott meg a fesztivál igazgatóság, és két helyre, két kormányzati alapra nyújtották be. Az eddigi évek sikereit is tükrözi, hogy a már lezajlott 5 találkozó alatt összesen 15 ezeren látogattak el a Bányászvárosba, hangzott el az eseményen. A közönség visszajelzései alapján egy hiánypótló kulturális rendezvényről van szó, hangsúlyozta Polics József polgármester. Ezt mi tettük közösen, azzal az összefogással, ami jellemző ránk, tettük ezt ilyen magasra a lécet, és ezt a lécet tartani kell, és mindig egy kicsit följebb kell tenni, mert akkor fog maradandó lenni hosszabb távon is. A rendezvény kezdete idén egy napra esik a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójával. A KASZT fesztivál igazgatója elmondta, a Nemzeti Összetartozás napját méltóképpen szeretnék megünnepelni a találkozó keretein belül. Lehetőségeinket figyelembe véve próbálunk olyan volumenű koncerteket az úgynevezett off-programban megtalálni és megszólaltatni, amiről korábban már álmodtunk, de még nem értünk el, amely egyrészt a nemzeti összetartozás erejét és minőségét is szimbolizálni képes. Azok az amatőr és félprofi színházi társulatok, akik szeretnének bemutatkozni a fesztiválon, még március 15-ig jelentkezhetnek. Az előadások közül 12-t választanak majd ki, amik a versenyprogramban szerepelnek. A véglegesített programokról áprilisban számolnak be a szervezők. Eltökélt, szorgalmas, szerény és küzdeni tudó. Így jellemezték Kolonis Györgyöt a róla szóló kiállítás megnyitóján Kaposváron. A 15-szörös világ és 2-szeres olimpiai bajnok kajakozó 2008-ban hunyt el, pályája azonban példaként szolgál a fiatal sportolók számára. Az érmek mellett fotók, oklevelek és Kolonis György kenúja is megtekinthető a Kaposvár arénában látható tárlaton. Koló egy fantasztikus ember volt, egy fantasztikus példakép, akit bármikor, bárki elé állítanék szívesen példaképnek. Megtiszteltetés Kaposvár számára, hogy a Kolonics György emlékkiállítást a megyeszékhelyen is bemutatják. Erről beszélt köszöntőjében Borhi Zsombor alpolgármester, aki személyesen is ismerte a világhírű kenust. Az az eltökéltség, az a szorgalom, az a szerénység, és az a küzdeni tudás, ami őt jellemezte, az megadta neki a lehetőséget, hogy ezeket a nagy hegyomlásokat megverje. És még egy dolog, ami szerintem legendás volt, és mindenki, aki látta őt evezni élőben vagy videón, annak feltűnik, az a könnyedség, amivel ezt az egészet csinálta. Persze belül nyilván nagyon erőlködött, de kívülről ez sohasem látszott, hanem az látszott, hogy szinte zenél alatta a hajó. De centiméterekkel talán a mieink vannak elől. 2-3-at bele még, most egyet! Nem tudom, de talán ők nyertek. A Kaposvár arénában nyílt tárlaton több száz érem, oklevél és fotó árulkodik a világhírű sportolóról. Emellett a legjelentősebb győzelmeiről videót is vetítenek az érdeklődőknek. Mi azt gondoljuk, kajakkenusok, hogy nekünk igazából ezek az értékeink, amit Gyuri hordoz értékek, ez a kajakkenu sport értékei, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a közösség, amely egyre gyarapodik, egyre nő, hiszen egyre többen csatlakoznak hozzánk, fiatalok, idősebbek is, akik ott vannak a vizek partján, és kajakkenusnak gondolják magukat, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez a közösség, amely egyre nő, egyre inkább úgy is érezné, hogy feladata van, hogy ebben a mai
ellentmondásos világban ezeket az értékeket ápolja és tovább vigye. A kiállítás megnyitóján Faludi András arról beszélt, Koronics György nem csak a sportolók számára etalon, hanem a hétköznapi embereknek is példát mutat. A 15-szörös világ és 2-szeres olimpiai bajnok kajakozó 2008-ban hunyt el. A Koronics a sportlegenda címmel nyílt tárlat február végéig látogatható a Kaposvár Arénában. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Rendőrségi ellenőrzések, teherautókra és buszokra koncentrálnak a rendőrök. Felmentést kér az állattartó, a 700 kilós bikája megölt egy nőt. Tárgyalás, művészeti egyesületek vezetőit hallgatták meg a Szekszárdi Kulturális Bizottság tagjai. Valentin nap, egyre többen lepik meg szerettüket drágább ajándékokkal. Csütörtökön délire forduló, kezdetben gyenge légmozgás várható, majd délután este erősödni kezd a szél. Túlnyomó részt napos időre van kilátás, változó vastagságú fátyol felhőzettel. Estétől előreláthatólag beborul, éjjel kiadós, tartós eső érkezése valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!